Random, ezt a szót használta a kiállításra a fotós Halász Róbert, azaz Robi Fischer. A London mellett élő magyarországi fiatal első tárlatát mutatta be a közönségnek csütörtök délután Nyíregyházán. A fotós a londoni élet olyan pillanatait örökítette meg, amelyek a hétköznapok hangulatát adja át. Olyan életképeket készített, amelyek az ott élő ember számára mindennaposak. Mindenki elmegy valahova, utazik, jövünk, megyünk, akár munka, akár szórakozás, bármilyen célból, és mindenhol élnek minket hatások. És ezekből a hatásokból megpróbálunk táplálkozni, egy kellemes jó érzést elültetni magunkba. Na most, én mikor Londonban jártam, akkor bennem mindig mély nyomot hagyott ez az érzés. És azt gondoltam, hogy mivel minden alkalommal lábbusszal jártam, tehát csak gyalog közlekedtem, olyan helyekre tudtam eljutni és betekintést nyerni, ami nem igazán populáris. Több óra válogatás után végül közel 1500 képből 44-et láthat a közönség. A vándorkiállítás első állomása Miskolc volt, másodikként a nyíregyházi érdeklődők láthatják. Az ingyenes tárlat szeptember 31-ig lesz elérhető az Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Tér épületében. A hálózat a fiataloknak, illetve az ő ötleteikre alapuló programokat szervez országszerte több központban. Ez az iroda 2013 óta működik, Kontapont iroda néven, most alakult át Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Térré, és 2015-ben elnyertük a legtöbb fiatal látogató címet, tehát ezt az irodát látogatták az országban a legtöbben, erre nagyon büszkék vagyunk, és ezt szerintem továbbra is így fogjuk csinálni, hogy minél több fiatalt érjünk el, és segítsünk nekik megvalósítani ötleteiket, vagy bármilyen problémájuk van, segítsünk ezeket megoldani. A fő célcsoportjuk a 12-25 évesek, de nincsenek szigorú korhatárok. Nyáron általában 12-15 fiatal látogat el a közösségi térbe, de iskolaidőben akár 40 fiatal is használja találkozó helyként az irodát.